Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy általános jóslás. Itt a téma most, hogy mi ad számodra egy stabil helyzetet, hol érzed jól magad, mit tudsz jelenleg kiépíteni. Ez lehet a munkahely, ez lehet a párkapcsolat, ezek lehetnek családi kapcsolatok. Mi fontos most számodra? Hol vannak az alapok? Mit tudsz jelenleg kiépíteni? Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam, mint mindig, 4000 forint. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ami jelenleg fontos, hogy tudd azt, hogy mit szeretnél elérni. Kell a nyugalom, vagy meditálj afelett, hogy mi a célod, hogy legyen egy kép, hogy legyen egy elképzelés. Ez lehet a hivatásod, ez lehet egy új lakhely, ezek lehetnek szép családi kapcsolatok, vagy kell a nyugalom, a biztonság érzete a párkapcsolatot illetően. Az is lehet, hogy van valaki a környezetedben, aki tetszik neked, és az az elképzelésed, hogy összejöjjetek. És megnézzük, hogy hol vannak az alapok, mire lehet ezt kiépíteni, és hogyan, mire kell odafigyelni. Itt ezen a képen a háttérben van egy vár. Ez a vár szimbolizálja a céljaidat, ezt az elképzelést, ami itt látható. De nem tudod azt, hogyan tudnád elérni a várat. Meg van kötve a kezed, sőt, be van kötve a szemed, nem látod a lehetőségeket. Ez nem baj. Lehet, hogy még nem jött el ennek az ideje. De pihent ki magad, meditálj, figyelj így befele, és hallgass oda a belső hangodra, hiszen ez a forrás, ez nem más, mint a te intuíciód. Figyelj oda az érzelmeidre. És ha megtalálod a belső egyensúlyt, megtalálod a belső nyugalmat, sőt, megvan a hited, hogy ez a kép, ez a vár elérhető, akkor biztos vagy a dolgodban. És te vagy itt a királynő. Elfoglalod a helyedet az életben, és uralkodsz. A kezedben ez az ezüst érem jelenti az anyagi biztonságot, vagy sikereket a munkahelyeden. Jelenti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy ahhoz, hogy elérd ezt a várat, hogy elérd ezt az álmot, ezt az elképzelést, és sikerülni fog, hiszen ez az érem jelenti a föld elemét, és a föld eleménél reális dolgokról van szó. Itt látható a lelki társad. Mögötte ott vannak a kelyhek, és azok jelentik az ő érzelmeit. Tehát megvannak részéről az érzelmek, de makacs, megsértődött, visszahúzódó. Nem tudod, hogy most mit tegyél ebben a helyzetben. A kártyák azt mutatják, hogy ennek ellenére, hogy ilyen sértődött, most visszahúzódó és makacs, legyen meg a belső egyensúlyod, találd meg a belső békédet, a nyugalmadat.
Ez a kép nagyon érdekes, hiszen itt a víz és a föld látható. Az egyik lába a vízben van, és a víz jelenti az érzelmeket. Ezt a forrást is, a te álmaidat, a vágyaidat, és a föld, a másik lába megérinti a földet. A föld. Itt is látható az érem, szimbolizálja a föld elemét, és az azt jelenti, hogy ez az álom megvalósul. Légy bátor, akármi történik most körülötted, vedd kezedbe ezt a botot. Ez jelenti a tűz elemét, a bátorságodat, a lelkesedésedet. Ebben a helyzetben, amikor, hogy nem tudod, hogy mit akar, mert nem nyitott érzelmekről, tervekről beszélni, sőt, megbüntet téged ezzel a tartással, ne foglalkozz vele. Nem kell komolyan venni, mert játszadozik. Inkább tedd azt, ami téged lelkesít, és őrizd meg a belső nyugalmadat, a belső egyensúlyt. Itt látható egy ünnepség, találkozás másokkal, vagy lesz egy meghívás. Akkor jó, ha ott részt veszel. Élvezd az életet. Az, hogy ő makacs, az az ő dolga. Tulajdonképpen ő tervezi, hogy jön, de bizonytalan. Nem tudja, mi van akkor, ha egy lépéssel közeledik hozzád. És ezt a helyzetet, én most megsértődtem. Te megbántottál engem, ezt a makacs, visszahúzódó helyzetet itt fogva tartja. Jelenleg nem akar változásokat, úgy belülről igen, hiszen akar ő jönni, de ő várakozik. Vár arra, hogy te bocsánatot kérsz, hogy keresed vele a kapcsolatot, de ne tedd meg, mert hogyha közeledsz hozzám, akkor ezeket a játékokat mindig így fogja tenni. Mert akkor tudja azt, hogy mindent el tud érni nálad, hogyha kimutatja azt, hogy most én most megsértődtem, akkor biztos a dolgában, hogy te közeledsz hozzám. De tanulja meg azt, hogy most nem közeledsz, hanem ő kell, hogy jöjjön. De ne légy szomorú, hanem légy vidám, találkozz másokkal. Ezek lehetnek barátnők, ismerősök, vagy van egy ünnepség, lesz egy meghívó, akkor menj oda. És amit én mondani tudok, ő tudni fogja ezt, és ő is jön. Majd fut utánad, hiszen nem jött be a terve. És ez volt az általános jóslás, mit hogyan tudnál rendezni, hol vannak az alapok, mit lehet kiépíteni, és hogyan. Erről volt szó ennél a jóslásnál. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, annak is, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, és ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!